meg a napon fekve. Senkinek nem volt bergelmi kedve. Szeretnék repülni a hullámok között énekelni. Az óceán dalát, ahogy tényleg semmi sem bánt. Képzelj el egy gyönyörű szép világot. Az harcom ne lett a kedve. Sziasztok, régi barátok, tanárok, rokonok, ismerősök és ismeretlenek. Igen, én fogom ma felvezetni önmagam, itt tartottam most helyesnek, ha már lelkem egy jókora darabját állítottam most ide kielétek. Így önazonos, így igaz. Ismét itt vagyok, Kiskunhalason, ahol minden indult. Vagy legalábbis lendületet adott és terelt, hogy mi az, ami igazán érdekel, amiről is később kiderült, hogy minden. De leginkább szárnyakat adott, hitet és meggyőződést, jó úton vagyok. Itt töltöttem a gimis éveket, itt volt a gitárlat, ahol a rumba gitána alakult. Otthon mindig nehéz bizonyítani, és Halas is valahol az otthonom. Mert itt láttátok az első bukdácsoló, bizonytalan próbálkozásaim, akár tanórákon, akár a bibóoblás kiállításomon. Itt kért fel az első illusztrációs munkámra Veszelszky Ági, 10 évvel ezelőtt, tavaly pedig megjelent több könyve is, amit én rajzoltam tele. Talán ez nekem Kiskunhalas. A bizalom és a hűség.
a hit a jó emberekben, hogy a kicsikre is figyelnek, és a nagyokra is, akik kicsik voltak, ugyanúgy. Nem számít, hogy hányan vagytok, itt vagytok, az a lényeg. És én nem tudom, mi vagyok, talán közepes, de olyan jó most itt. Látni, mi van előttem még, de leginkább azt, hogy mögöttem.